hogyan készültek erre a munkára? Évek óta készültünk, a 2006-os árvíz az teljesen elborította a szállodát, és aztán évek folyamán telekfeltöltéssel, saját gátrendszerrel, de erre a nagy árvízre nem volt elég, és több mint 15 ezer homokzsákot raktunk le annak érdekében, hogy megvédjük a szállodát. Milyen segítségre számíthattak az árvízvédelmi munkálatok során? Csodálatos volt az, amit itt az elmúlt napokban átéltünk. Tényleg az összefogásról szólt ez az árvízi védekezés. Óbuda Békás megyer önkormányzata, a katasztrófa védelem szakemberei, a rendőrség, önkéntesek, az Ericsson Magyarország Kft. Önkéntesei, a szálloda dolgozói, családi ismerősök, barátok, egyetemisták jöttek és segítettek annak érdekében, hogy megpróbáljuk a lehetetlent, ugyanis majdnem két méteres vizet kellett kivédenünk. Mekkora területet sikerült ezáltal nagyjából megvédeni? Hát mi konkrétan a szállodára koncentráltunk, ugyanis szeretnénk minél előbb újra nyitni, hogy a veszteségeinket minimalizáljuk. Tehát a szálloda telke az teljesen vízben állt, és a szállodának egy külön épülete, ami most készült el, tehát most lett felújítva, az is sajnos áldozatul esett. Az elmúlt napokban tetőzött a Duna. Most mit lehet látni előre, nagyjából mikor tudják újra megnyitni a szállodát? Hát sajnos egy két hetes leállásra kellett terveznünk, mert ugye még el kell a munkálatokat végeznünk, hogy újra tudjunk nyitni. Reménykedünk, hogy még a mai éjszaka az kritikus, mert még egy 50 centit kell ahhoz apadnia, hogy teljesen biztonságban érezzük magunkat. A tervezett nyitás időpontja, mivel nem jött be a víz a szállodába, az a jövő hét szerda lehet. A jövőre nézvést még egy kérdést engedjen meg, hogy mi lenne ön szerint a megfelelő védekezési módszer az elkövetkezendő években? Én turisztikai szakemberként szeretném ezt a kérdést megközelíteni. Mindenképpen a mobil árvízvédelmi védműről beszélünk. Én nagyon izgultam, hogy a Szentendrei védmű jól tudjon funkcionálni. Láttuk a híradásokból, hogy sikerült. Külföldön, Németországban már 10 éves tapasztalatokkal rendelkeznek. Ausztriában is jól működtek a mobilgátak. Úgyhogy én mindenképpen bízom abban, hogy a part jövőjét igenis kizárólag a mobilgát jelentheti. Meg tudod mutatni, hogy meddig érne a víz, hogyha átszakadna, vagy nem tartana a védmű? A szálloda szintje 7 méter, a tetőzésnél 891 centin tetőzött a Duna, tehát 1 méter 91 centin, azaz itt ilyen szinten állt volna a víz.